A felvételek Nyíregyházán a Móri Zsigmond Színházban készültek 2024-ben. A darab, amelynek az olvasó próbái a napokban kezdődtek el, viszont 1987-ben Madridban játszódik. A Nők az ideg összeomlás szélén című musicalt Pedro Almodóvar 25 díjat nyert filmje alapján Tárnoki Márk állítja színpadra, aki bár zenés rendezőként végzett, musicalt még nem készített, így kihívás lesz számára is a munka. Ami kis könnyítés, hogy a társulat egy részét már jól ismeri, hiszen nem ez az első rendezése Nyíregyházán, ezért örömmel állt a közös kísérletezésbe. Úgy dolgozom, hogy vannak ilyen cölöpök a fejemben, vannak irányok, amiket szeretnék viszont látni, vagy képviselek, de nagyon engem is felvillanyoz, vagy inspirál az, hogyha ők ezt belakják, és saját képükre formálják, és elkezdik az ő ötleteikkel is dúsítani és formálni. Tehát ilyen szempontból én a közösségi alkotásban hát hiszek is, meg ebben érzem jól magam. A darab magával ragadó humorának egyik biztosítéka, hogy a szöveget Varó Dániel fordította, a zenei aláfestésről pedig Tamás Attila gondoskodik. A filmes gondolkodást az meghagyta ez a szöveg, ez az alapanyag, tehát mindenféle olyan ilyen vadállati jelenet van benne, ami színpadon mindenképp valamilyen szabad fantáziát, meg kreativitást igényel. Arra gondolok, hogy láthatunk itt taxis üldözés, lövöldözéseket, egy repteret megpróbálnak felrobbantani, snittekben gondolkodik itt is a szerző, tehát van, hogy párhuzamosan történnek dolgok, tehát egy nagyon mozgalmas és alapvetően filmes logika alapján létező anyag, ami hát engem, hogy is mondjam, játékra hív, és remélem, hogy majd a színészeket is. A musical főszereplőjét, Peppát, Szabó Nikolett alakítja, a férfi kulcsszereplő pedig Íj és Ákos lesz. A latinos életöröm és keserűség keveredéséről szóló Nők az ideg összeomlás szélén című darabot április 26-ától láthatja a közönség, először a Krúdi Kamarában. A díszletet azonban úgy tervezik, hogy később a nagyszínpadon, vagy akár a szabadtéri színpadon is megállja majd helyét az előadás.